Tilos Rádió 90.3. Szervusztok, kedves hallgatók! Tián Bárdog Domai műsorát hallgatjátok. Elnézéseteket kérjük. Sajnos GG-ma nincs velünk, ezért nem találtuk az intro zenénket se. Ez mindig GG kezeli ezt a témát, úgyhogy most főcím nélkül indulunk neki a műsornak. Sőt, a pultot is Bodi kezeli. Úgyhogy ezt már így tudjuk, hogy kik fogják kérdezni a vendéget, aki ma Pár Ádám, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa, és a mai témánk az a politika és az erotika kapcsolata, mivel most a központ blogján indítasz egy sorozatot ezzel kapcsolatban, tehát ez azt is jelenti, hogy elmélyültél a témában, úgyhogy bőven lesz mit beszélgetnünk. Adás telefonszámunk 215-37-73, hogyha kérdésetek van, telefonáljat, illetve a cseten is kérdezhettek. Úgyhogy... Jó napot kívánok! Szervusz, és akkor Bodin, és rajtam kívül pedig itt van velünk Szaki, és aki szintén rendkívül velős kérdéseket fog majd feltenni. Sziasztok, főleg, hogy őszer ezt a vendéget. Igen, igen. És érdekel is a téma. Mert hát erről elég keveset hallunk, sőt, mi több. Igen, mert politika meg erotika általában elsikálják ezt a kérdést. Tabu, vagy... tabunak tűnik nagyon. Bár ugye azt írtad az első bejegyzésedben, főleg ezt taglaltad, hogy azért Amerikában meg Európában ebben van különbség, hogy annak ellenére, hogy ugye Európában az, hogy valakinek szeretője legyen, vagy hölgyek, illetve urak így jussanak följebb és följebb a ranglétán, ez megszokott, viszont kevesebbet beszélünk róla. Ez pontosan így van. Azért indítottuk ezt a blogot én és a munkatársaim, mert úgy gondoljuk, hogy általában a hétköznapokban a politikát leginkább az intézményekkel szokták azonosítani, holott a politikához nem csak az intézmények tartoznak hozzá, hanem a személyiségek is, tehát az egyéneknek az érzései, érzelmei, úgy mint a szerelem, a harag, a bosszúvágy, a gyűlölet, tehát ezek is hozzátartoznak a politika világához, és valóban az amerikai és az európai mentalitás között kimutatható egy éles kontraszt abban a tekintetben, hogy mennyire viseli el a kétfajta politikai kultúra a szeretőknek a létét, tehát azt, hogy egy politikus félrelép a házassága mellett. Európában alapvetően nem jönnek be, tehát azok a lejárató kampányok, amelyek megpróbálják ezt a prüdériát meglovagolni, mert az európai történelem az tele van nagyhatalmú és kevésbé nagyhatalmú metreszeknek a sztoriaival, és alapvetően ez azt gondolom, hogy felvértezi az európai társadalmakat az ilyen lejárató botrányokkal szemben. Az Egyesült Államokban viszont köztudomásulag a puritán hagyományok miatt másként ítélik meg az ilyen félrelépéseket. Ott sokkal több szexuális jellegű hálószoba titkokat felfedő botrány volt a politikusoknak az életében és az elnököknek az életében az elmúlt 200 évben. Hát ugye a két legismertebb, az ugye Bill Clinton és Monica Lewinsky, illetve ugye hát Kennedy és Monroe-nak a vélt valós dokumentált. És még csak Monroe lett volna, mert voltak még egy páran a Kennedynek az ágyában. Tényleg egyébként így a közvélemény az tesz különbséget, hogy például valamelyik politikusnak úgymond állandó szeretője van, vagy pedig inkább csak ilyen kalandjai? Alapvetően több politikus is volt, mind a tengeren túlon, mind pedig Európában, akik több évtizeden keresztül folytattak viszonyt egyes hölgyekkel, de a közvélemény azt gondolom, hogy nem ezen az alapon ítéli meg igazából ezeket a viszonyokat. Hogyha nagyon a múltba visszanézünk, akkor azt láthatjuk, hogy a közvélemény akkor lesz némiképpen ideges, mikor túlságosan nagy befolyás társul a szeretőnek a személyéhez, tehát túlságosan nagy hatalmat vagy befolyást kap a közéletben. Tudod illusztrálni néhány történelmi példával? Igen, igen, hát mindenképpen
15. Lajosnak az udvarát szokták leginkább emlegetni, mint a 18. századnak a nagy kanmuriainak a színhelyét, hiszen 15. Lajos hercegnőkkel kezdte, és aztán egyre lejjebb és lejjebb szállva a ranglétrán, végül már közönséges prostituáltakig jutott el az ő vonzalma, és 54 évesen egy 28 éves hölgyet Madame du Barry személyében sikerült neki becserkésznie. Ráadásul... Nem fordítva volt ez? Hát ez bonyolultabb dolog, mert igazából maga a du Barry gróf volt az, aki a feleségének az útját egyengette 15. Lajosnak a nyoszolyájára, ugyanis így akart bevágódni az uralkodónál, és úgy gondolta, hogy ennek a legjobb módja, hogyha a feleségét oda fekteti Madame Pompadournak a kihűlt helyére. Klasszikus ilyen stici szerep ez. Igen, igen. Egyébként, bocsánat, csak közben szólok, mert itt érdekes, hogy föl is hívtad, mert erről is már készült ugye blogbejegyzés a du Barryről, illetve Madame Pompadourról, hogy azért volt köztük különbség ilyen téren, és Madame Pompadourt ezért kicsit pozitívabban ítélted meg, vagy kilógott, azt írtad, kilógott a sorból azzal, hogy ugye a szellemi képességeivel és az intellektusával Madame Pompadour mindenképpen a vetélytárs női fölé emelkedett. Zárójelben köztudomású, hogy ő nagy támogatója volt a francia enciklopédia kiadásának is. Tehát az ő ambíciói azok nem csak a ágyra korlátozottak. Madame du Barry nem volt annyira nagy intellektus, mint Pompadour, de hát egyébként fiatalabb is volt, amikor a királlyal találkozott, és hát eléggé csúnya sorsot ért, mert a forradalom idején lefejezték, hiszen még akkor is annyira mély gyűlölet övezte 15. Lajosnak az udvarát, annak a romlottsága és korrupciója miatt, hogy Madame du Barry lett ennek a megtestesítője, és annak ellenére, hogy már szegény 54 éves grófné nem rendelkezett semmifajta hatalommal, hiszen 16. Lajos már száműzte az udvarból, ennek ellenére őt lefejezték. Aztán voltak még más nagyon érdekes női személyiségek, például Lola Montez, aki neve alapján ítélve azt gondolnánk, hogy ő egy spanyol művésznő volt. Valójában nem volt spanyol, sőt, még nem is Lolának hívták, hanem... És művésznő volt? És művésznő volt, hát táncos nővé képezte ki magát. Ő Írországban született egy skót katonatisztnek a gyermekeként, és egész Európát beutazta, miután nagyon gazdag pártfogók révén kitanulta a táncművészetet. Liszt Ferenctől Alexandre Dumas-n át, Miklós Czárig, a férfi világ nagyon sok jelentős alakjával volt kisebb-nagyobb afférja, és aztán Bajorországban kötött ki, a mélyen vallásos katolikus Bajorországban, ahol Lajos bajor királynak lett a kedvese. Erről a Lajosról tudni kell, hogy ő neki több nővel volt viszonya már Lola Montez előtt is, és a szeretőit, azokat lefestette az udvari festők, és egy külön galériában gyűjtötte össze őket. Szám szerint már 49 kép volt a galériában, amikor Lola Montez megjelent, és onnantól kezdve több éven keresztül ő volt az első számú metresz. Ő egyébként hát eléggé szerette szórni a pénzt, tehát ebben nem mutatkozott meg a skót származása. Persze nem a saját pénzét, hanem a királynak a pénzét, illetve végső soron az államnak a pénzét. Ő egy saját testőrgárdát is kapott fiatal, szőke, kékszemű férfiakból, akiket stílszerűen alemannoknak neveztek. Ez az alemann csapat, ez egy ilyen 3x3-as hálózat is volt, mert ők figyelték a sörházakban, meg az utcákon, közterületeken, hogy ki az, aki rosszat mond a királyra, vagy Lola Montezre, akiből egyébként ekkora már grófnő is lett, és vannak ilyen legendák, hogy az alemannok azok Monteznek az alsó szoknyájából varták egyébként piros sapkájukat, és aztán, mikor jött az 1848-as népek tavassza, akkor
hát a müncheni forradalmároknak az első követelései közé tartozott, hogy Montes távolítsák el az udvarból, illetve Bajorországból. Szegény Lajos összeomlott, de végül is aztán aláírta a rendelkezést, hogy rendőri kísérettel rakják fel Lola Montest, Landsberg grófnőjét, három alemannyával együtt egy vonatra, és elindították őket Svájcba. Aztán szegény Montez... Megérkezett végül? Hát nem érkezett meg, mert ő okos volt, hogy Svájcot az első állomásról leszállt a vonatról. Aztán megpróbált visszatérni, de aztán végleg kiutasították Bajorországból, és elég hányatott sorsa volt utána, Kaliforniába ment az aranyláz idején, ugye Kalifornia az vonzotta a magányos kalandkedvelő férfiakat, és Lola Montezhez nagyon illett ez a társaság. Aztán végül New Yorkban halt meg egyébként teljesen szegényen, és nyomorban. Igen, telefonba kapcsolom. Akkor hallgassuk a telefonálót. Szervusz, kedves telefonáló. Hello. Hello. Hello, hello. Újításokkal is foglalkoztuk, vagy? Bocsánat, nem hallottuk a kérdés elejét, kérlek, újra tett fel, mert volt egy kis... Nem hallottuk. Kis csend. Kis csend. Elnézést. Érdeklő, hogy szeretnék, hogy az egyébként nagyon izgalmasnak tűnő blogon a kiváló történelmi áttekintés mellett napi aktualitásokkal is foglalkoztok? Még az előzményeknél tartunk most, de... Feltesszük ezt a kérdést is egy icipicivel később. Erre rátérünk, igen, mindenképp. Jó. Illetve ki is fogunk elemezni néhány napi példát. Köszönjük szépen. Szépen. Hello. Hello. Igen. Elnézést, a pultkezeléssel még vannak gondjaim, de majd lassan belejövök. Visszatérve arra, tehát, hogy ugye most már itt több történetet is hallottunk, és eléggé különböző helyekről, különböző emberekről, hogy ezeket hogy lehet megtalálni? Mert ugye nyilvánvaló, hogy ez nem egyszerű Wikipédia keresésnek a gyakorlatilag a megtestesülése, hogy ezek akkor kvázi nem volt ugye bulvár sajtó, de ezek egyértelműen bizonyítható történelmi tények. Tehát ezek levéltárok, vagy naplóbejegyzések, vagy levelezések, vagy mi a módja egy ilyen királynéki szerető? Volt már bulvár sajtó, szerintem 1800-as években azért már létezett az a fajta bulvár. Meg voltak már a 17. században pamflettek, tehát ezeket a kis színes sztorikat, akár Madame du Barry különböző hát kicsapongásairól, akár Lola Montezről, ezeket azért megtalálhatjuk már a korabeli színes sajtóban, pamfletekben, röpiratokban. Az más kérdés természetesen, hogy ezek nagyon gyakran a királyi udvarnak az ellenzéke által megalkotott sajtótermékek voltak, magyartalanul mondva, de ugye ennek a blognak nem is az a lényege, hogy most a történelmi igazságot leplezzük le, ez egy kis színes pletyka blog tulajdonképpen, tehát ez nem gender studiesról szól, nem nőtörténetírás, ez tényleg csak mesélésről szól. Egyébként te történész is vagy, politológus is vagy. Miért pont ez a téma, amit így kiragadtál magadnak, hogy most erről fogsz írni? Tehát, igen, messzebből kéne indítanom, mert nem ezzel foglalkozom. Én választás és párttörténettel foglalkozom, ami látszólag elég messze van ettől a témától. Viszont mindig is nagyon érdekelt a politika mögötti jelenségeknek a világa, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor alábecsüljük a személyiségnek a szerepét. Tehát a személyiség és a véletlenek azok nagyon meghatározóak tudnak lenni egyes korszakokban a politikára, hogy miért tör ki egy forradalom akkor, mikor egy nagyon erkölcsös uralkodó van, például a 16. Lajos személyében Franciaországban, és mondjuk miért nem akkor ér a francia állam a mélypontra, amikor tényleg egy nagyon erkölcstelen és romlott és rossz hírű udvar van 15. Lajosnak az idején. Mert hogy tetszik így a népnek, hogy akkor végül is a elit is úgy viselkedik, ahogy mi is, akkor van, mint a nép, és akkor... Igen, ez ebben ugye van igazság, mert valóban a királyoknak, uralkodóknak, államférfiaknak a
a szerelmi viszonyait, a félrelépéseit, házasságon kívüli kapcsolatait nem úgy ítélték meg, mint ahogy manapság gondolnánk, mert azt gondolnánk, hogy ebben az időben az egyháznak a világképének a hatására volt egy általános elutasítás, de valójában... De a püspökök is ott mulattak az udvarban. Igen, voltak főpapok, akik szintén... Szintén híresek voltak az orgiáikról. Egyébként lesznek ilyen főpapok még ebben a sorozatban, úgyhogy remélem ezzel felcsigáztam a érdeklődést. Utána Mátyás király is írhet híres való volt. Szóval. Hát Mátyás király, hát igen, ugye Korvin János, ugye ő is balkézről született. Mondjuk Mátyás azért ebben a tekintetben a szeretőknek a számát tekintve az elég visszafogott volt. Alsómezőnybe tartozott? Így. Tehát ő nem tartozott a legnőfalúbb uralkodó közé Európában. Az is lehet, hogy hűséges volt? Vagy aztán? Az legalább egyszer ez a hűség, ez megingott. Kivel? Ugye Korvin Jánosnak az édesanyjával. Igen, Borbálának hívták, most nem fog eszembe jutni a vezeték neve, ő egy boroszlói polgárlány volt, és a kis Korvin János ebből a kapcsolatból született. Hozzáteszem, hogy egyébként érdekes, hogy a magyar történelemből ilyen nagyon szaftos eseteket nem tudunk, pedig biztos, hogy voltak azért. Hát Mária Teréziáról vannak nagyon komoly. Igen, hát Mária Terézia az egy geller ebből a szempontból, mert hogy ő pont egy nagyon erkölcsös uralkodónő volt. Tehát a saját korában, a 18. században Európában a legerkölcsösebb és nagyon, nagyon szigorú volt ilyen kérdésekben Mária Terézia. Magához, ő nagyon óvta a lányát, Marie Antoinette-et a francia udvartól. Például a Marie Antoinette ennek a hatására ő nem volt hajlandó köszönni Madame du Berrynek, mert ugye Madame du Berry egy szakács nőnek és egy ferences szerzetesnek volt a lánya. Ez eléggé kínos, és így lett belőle 15. Lajos szeretője, ugye egy osztrák császárlány számára az ő társasága az hát eléggé sértő volt, és egyszerűen levegőnek nézte Madame du Berryt. És az etikett szerint az alacsonyabb rangú személy az nem szólalhat meg a magasabb rangú társaságában, mégiscsak Marie Antoinette volt a Dauphinnak a felesége, úgyhogy Madame du Berry állandóan meg volt alázva, mert hogy soha, amikor Marie Antoinette nem szólalt meg, akkor ő sem szólalhatott meg, és ebből komoly diplomáciai perpatvar lett. Kicsit visszatérve arra Lola, hogy hívták? Lola Montez. Lola Montez, majdnem ment, ezt mondta. Szóval gyakorlatilag te hogy látod itt azért, kicsit ilyen történészként is ezek belenézel, hogy ezek ilyen tudatos, ilyen karrierépítés volt annak a típusú ilyen hölgyeményeknek, akik itt tényleg mint egy méhecskét szálltak uralkodóra, vagy művész helyi celebeknek megfelelő ilyen zeneszerzőktől kezdenekre, vagy pedig ők inkább így az áldozatai voltak a kornak, és az egyes túlélési stratégia lett volna részekről, vagy egy darabig ez az oldala volt, utána meg a másik, mert ez nyilvánvaló, hogy ebből nem lehet jól kijönni, és ennek voltak példái. Én is azt érzem, hogy ez egy idő után ez egy túlélési stratégiává alakult. Ebben a korszakban a táncos nőknek és a színésztőknek a megítélése még azért nem hasonlítható a napjaink hasonló foglalkozású hölgyeinek a megítéléséhez. Tehát ebben az időben a ruhák, a öltözékek, a mindenféle számlák, az utazásoknak a számlái, azok megkívánták, hogy legyen egy férfi, aki hát ilyen mecénásként támogatja az illető művésznőt. Tehát egyszerűen volt egyfajta elvárás ezekkel a hölgyekkel szemben, és ehhez elő kellett teremteni a pénzt. Tehát nyilvánvaló, hogy Lola Montez esetében, vagy akár Lady Hamilton-t is említhettem, ő egy angol. Ő Nelsonnak volt a
Igen, a szeretője. Szeretője volt, nem tudom, csak szóval, hogy Nelson halála után ő nagyon szegény sorban halt, mert ez ilyen között. Aztán egy nagy film is készült erről még valamikor. Így van, ez filmben is megörökítették. És azt nem értettem, azt emlékeztem, hogy nem értettem, hogy persze, akkor annyira az én 10x éves lehettem, én egy vagy kettő, amikor ezt a filmet láttam, és soha nem felejtem el, hogy hát azt mondom, hogy a film az úgy kezdődött, hogy egy ilyen koldus menhelyen kezdje mesélni az életét, és akkor, hogy csak utána az volt, hogy milyen nagy fényben élt, meg milyen gazdagságban, és akkor mikor meghalt Nelson admirális, akkor hogy a francba kerülhetett ilyen helyzetbe, hogy utána, mondjuk ezt a részét persze egy gyerekként nem lehetett látni, akkor, hogy egy pillanatok alatt eldobják ezeket, meg így megszűnik a körülötte lévő világ, hogyha ez a mecénás meghal. Igen, hát neki meghalt. Azt olvasom itt pont a blogot, vagy a bejegyzésedben, hogy feleségül is vette. Feleségül vette, szerintem. Volt Lady Hamilton, annak egy férje, a Sir William Hamilton, igen, szóval ő, innen kapta a nevét, köztük is volt egy jó 30 év különbség. Ja, igen, ő vette feleségül, és Sir William volt az, aki ösztönözte a fiatal feleségét, hogy részesítse a kegyeiben Nelsont, és emellett még egyébként Lady Hamiltont, akinek a férje nápolyi nagykövet volt, tehát a brit koronának a képviselője Nápolyban, őt még hírbe hozták a nápolyi királynéval is, tehát egy leszbikus viszonynak a keretében. Na, jó körökben mozgott. Igen, és nagyon szegény mélysorból indult, egy parasztlány volt, de mégiscsak ugye a szerencse forgandósága, meg a mecénások bőkezűsége révén ilyen magas körökbe is és feljutott. De érdekes... Kibúcsa, hogy az ilyen hölgyemények azok mind ilyen szegény sorsból jöttek, vagy azért így az arisztokrata körökből is lehet találni, akiknek minden vagyona meg lett volna ahhoz, hogy jól meglegyenek, és akkor mégis inkább ezt az utat választották? Mind a két életútra tudunk példát mondani, de a mai fejünkkel azt gondolnánk, hogy a népnek a körében az egyfajta megbocsátható bűn volt, hogyha egy szegény sorsú lány kerül az uralkodónak a környezetébe, de valójában nem, tehát pont a franciák, például a 15. Lajosnak a félrelépéseit addig elfogadták, ameddig ez herceg kisasszonyokkal, meg gróf kisasszonyokkal történt, és amikor már polgárnők kerültek, ameddig ez herceg kisasszonyokkal, meg gróf kisasszonyokkal történt, és amikor már polgárnők kerültek oda, mint Madame Pompadour, vagy Madame du Barry, akkor már ezt nagyon rossz néven vették, és ennek van egy logikája, hiszen arisztokrata hölgy esetében mégiscsak a királyi méltóság az nem sérült, mert ugye hasonló körökben mozgó személy egy másik hasonló körökben mozgó személlyel lépett viszonyra, viszont hogyha már az uralkodó egy ilyen mélyből jött szeretőt emelt maga mellé, akkor mindig ott volt a veszély, hogy a illető hölgy magával húzza az egész pereputját is a társadalmi ranglétrán, tehát hogy túlságosan nagy kiváltságokban részesül a valós érdemeihez képest. Ezért sokkal elutasítóbb volt a közvélemény ezekkel arisztokrácián kívüli hölgyekkel szemben. Tehát gyakorlatilag akkor megelőzve a kérdést vagy a telefont, ez nem az irigységből fakadt, ahogy gondolnánk, hanem egyszerűen akkor kultúrája, társadalomra, ez a társadalom felfogása az, ami inkább rombolta a királynak a reputációját magán a társadalmon belül, mint az, hogy egyszerűen irigyek lettek volna rá az emberek az adott illetőre, aki így emelkedik föl. Tehát... Igen, szóval ez egy nagyon más volt a társadalmi felfogás ekkoriban, mint manapság. Nagyon világosan elkülönültek egymástól a különböző társadalmi rétegek, akár csak az öltözködés tekintetében, vagy hogy mondjuk milyen fogásokat szolgáltak fel az asztalnál. Szóval volt egy világos hierarchia, és ezeken a határokon nem lehetett büntetlenül átlépni. Uh-huh. Illetve aki ezt megpróbálta, az magára húzta a közvéleménynek a haragját.
Jó, hát az, nem tudom, hogy a következő részed a zenéjünk-e esetleg. Még azért szerintem olyan régen nem kezdtük, hogy... Ja, még nem, még... Igen, jó. Igen. Mert kisebb váltással, az, hogy ugye leginkább ugye itt most hölgyekről volt. Szóval, hogy hölgyek keresték az urak kegyeit, és fordítva a lényeg mindig... Igen, kölcsönös volt, de inkább a férfi volt ugye az erő pozíciójában, vagy a... vagy a, az adminisztrációban, gyakorlatilag a feje vagy a hierarchiában, hogy lehet arra példákat találni, amikor megfordult ez a képlet, hogy inkább ugye, hölgy volt mondjuk egy gróf, vagy akár uralkodó, és akkor urak látták meg azt a lehetőséget tanulva egyes hölgyek példájából, hogy hogyan lehet felemelkedni. Igen, erre voltak példák. Ilyen karrierekre egyébként nagyon jó példákat nyújt az orosz történelem, a 18. századi orosz krónika. Oroszország ebben az időszakban aranyérmes volt Európában az egy országra jutó uralkodó nők számát illetően, hiszen mindjárt ott volt első Katalin cárnő, aki Nagy Péter halála után Péter feleségeként került a trónra, aztán Anna Ivanova első Erzsébet, és végül második Katalin, és mindegyikük esetében voltak olyan férfiak, akiket felemeltek magukhoz. Tehát mind a négy hölgy esetében tudunk ilyen kegyencekről, akik végülis alacsonyabb rangról indultak, tehát köznemesi rangról, és szépen a cárnő emelte fel őket. Aztán persze ennek az lett a következménye, hogy amikor az uralkodó nő elveszítette a hatalmát, vagy meghalt, akkor vele bukott el a kegyenc uralom is. Tehát például első Katalin cárnő például egy kurlandi nemessel szűrte össze a levet, vagy első Erzsébetnek is volt számtalan szeretője, és hát második Katalinnak meg történészek szerint hát legalább 12 szeméről biztosan állítható, hogy megfordultak az ő hálószobájában, plusz két férj, amennyiben Patyomkin az egyik szerető titkos házasságot kötött Katalinnal, hogyha ez igaz, akkor két férj plusz 12 szeretőről beszélhetünk. Hát, hogy ez mennyire sok vagy kevés, azt ugye a hallgatóknak a belátására bízhatjuk. Mindesetre ezzel Katalin nem szerzett magának jó hírnevet a korabeli Európában, és hát tulajdonképpen az orosz nemesség körében sem. Ezek fiatal, döntően fiatal férfiak voltak, katonatisztek voltak, akik ugyan nemesi származással büszkélkedhettek, de hát nem tartoztak az arisztokráciának a magas köreibe, a legmagasabb rétegébe, mert és potenciálisan ott volt az irítség velük szemben. Nem csak irítség, hát ezért szerintem nem biztos, hogy volt választási lehetősége, hogyha ott volt egy kis testőlegény, és kinézte magának a cárnő, szóval nem biztos, hogy helyes igen. Volt ilyenkor nemet mondani, mert Nagy Katalinról most nem, nincs előttem a képe, hogy nézett ki meg minden, de nem valószínű, hogy ez annyira nagy poén volt annak, aki ezt a szerepet szabták. Vagy... Igen, Anna Ivanovnáról van egy anekdóta, nem is anekdóta, mert ugye ez megtörtént eset, hogy az egyik szeretővé avanzsálódott fiatalember visszautasította egy herceg, és akkor Anna cárnő úgy bosszulta ezt meg, hogy mikor volt ennek a fiatalembernek az esküvője, akkor ő építetett nászajándékul a párnak egy jégpalotát, és ott kellett tölteniük egy éjszakát, tehát a nász éjszakájukat. Ki volt faragva a jégből a bútor, az ágy, és katonák őrizték a bejáratot, hogy el ne tudjon lógni a párocska. Úgyhogy egy nagyon gonosz tréfát eszelt ki Anna cárnő. De reggelre épségben kijött a pár, tehát túlélték ezt. Vagy medvebőrt azért kaptak, vagy ott a puszta jégen kellett ezt? Hát ez jó kérdés, erről nem írnak a források, legalábbis nem emlékszem.
Valószínű, hogy azért valami takarót csak kaptak. De a lényeg az, hogy ezt túlélték, és igen, csak arra mondtam, hogy valóban nem volt egy életbiztosítás azért a király vagy a királyné, vagy a cárnőnek a kegyét visszautasítani. Hogy végignézzük itt a pikánsabb részét így a történelmi személyiségnek, ez akár az ókortól kezdve, ezért ez eléggé bemutatja, hogy az emberi természet az nem nagyon változott itt évezredek óta, szóval ez mindig is jelen volt, és lehet, hogy ez azért, hogy mondjam, egyszerű népkörében maximum a népmesék meg a népdalok szintjén maradtak fent, azért mindegyikben van, hát nem is a népmesékben, a népdalokban mindig vannak ilyen erotikus utalások, de hogy az egész társadalom, ez ugyanolyan jellemző volt bármilyen komoly katolikus, vagy akármilyen keresztény, vagy másfajta milyen nyomás, erkölcsi nyomás nehezedett így az emberekre, szóval. Nagyon érdekes ez, mert a középkorról nagyon sokáig tartotta magát egy olyan feltételezés, amit a történettudomány ma már régen meghaladott. Tehát a felvilágosodás idején kialakult egy ilyen nézet, hogy ez egy nagyon sötét, barbár időszak volt, amikor az emberi viszonylatokban a durvaság uralkodott, és az egyház mindent tiltott, és többek között a szabad szerelem is tabunak számított. Ez nem igaz. Tehát akár a középkori források, akár a Minezenger énekekben ilyen kisebb elrejtett utalások, akár a vaskos középkori tréfák, korabeli metszetek azért mutatják, hogy az emberek azok ekkor is nagyon szerettek élni, nagyon nagy szenvedéllyel élték meg az életüket, sokkal szenvedélyesebbek voltak, mint a mai emberek, tehát szenvedélyesebben küldték egymást a mágiára, meg a vérpadra, de ugyanakkor a szerelemben is. Tehát, hogy egyáltalán nem igaz ez az angol szász protestáns középkor kép, hogy itt a papok mindent tiltottak, és az emberek azok csak imádkoztak. Tehát ez egyszerűen ez nem igaz. Hát vannak középkori metszetek, amiknek a láttán, hát fú, egy mai Playboy főszerkesztő is elpirulna. És már volt utalás arra, hogy mennyire nem változik az emberi természet, vagy ha változott, akkor mára változott meg, és egy kicsit visszáhúzódott ez a szenvedély. Hogy amik történetek eddig megjelentek meg, amiről beszéltünk, az ugye inkább 17-18. Század, meg egy picit a középkor. De hogy így az ókorra, ha visszatekintünk, persze él ez a sztereotíp kép, hogy a római arisztokrácia, vagy általában véve a birodalomnak az arisztokrácia egy ilyen orgiák tömkelegét szervezte, hogy ott is vannak ilyen történetek, vagy azok hát sajnos a történelmi viharában hát elvesztek? Vannak ilyen Kleopátra. Klasszikusokon túl, igen. Kleopátra, de hát vannak például történetek a római császárok és császárnéknek az idejéből. Például ugye Augustusnak a feleségéről, Líviáról nagyon szaftos részleteket ismerünk az ókori forrásokból, vagy említhetnénk, hogy voltak pletykák, persze, hogy mi ebben az igazság, azt nagyon nehéz ennyi évszázad távlatából kideríteni, de például Marcus Aureliusnak a feleségéről voltak pletykák, hogy éjszakánként bement egy bordélyházba, vörös parókát tett a fejére, hogy ne ismerjék fel, és akkor hát kiszolgálta a férfiúi igényeket, tehát mindenféle gladiátorokkal, meg tengerészekkel hetyegett, olyannyira, hogy az ő fiát Commodust, akit a Gladiátor című filmből jól ismerhetnek a hallgatók. Tehát voltak ilyen feltételezések, hogy Commodus is azért szerette a gladiátor játékokat, mert az apja valójában egy gladiátor volt. Persze ez azért erős forráskritikával kell kezelni. Ugye nem voltak ott kamerák, amelyek ezt megmutatnák nekünk. De az őrök ott voltak. Tényleg akkor még ilyen DNS vizsgát, vagy ilyen vérvizsgálat. Igen, az még nem volt. Unalmasabb lett volna a történelem, hogyha már lett volna a DNS vizsgálat, azt gondolom. Zenélünk most egy 5 perccel, és akkor majd folytatjuk a jelenkor. Szervuszok, kedves hallgatók, folytatjuk a Bádogdob műsorát. Mai témánk a politika és az erotika kapcsolata, történetei, és vendégünk Pár Ádám, a Méltányosság Politika Elemző Központ
munkatársa, aki egy blogfélét sorozatot indított a központ blogján. Pedig pontosítanék egy sorozatot a Méltányosság blogján. Igen, igen, ez a pontos, ahol mindenféle erotikus kalandokról lehet olvasni, ami így politikusokkal, politikában megesek. Kérdezhettek is adástelefonszámunk 215-3773. És akkor hol folytassuk? Folytassuk-e még ott, ahol abba hagytuk, vagy pedig inkább evezzünk mai vizekre? Hát nekem még lenne kérdésem, itt beszélgettünk ugye a szünetben, hogy ezért itt voltak szintek a megítélésben. Tehát az már elhangzott, vagy arról már beszéltünk, és el is mondtad, hogy ugye nem mindegy, hogy egy arisztokrata származásúval lépett félre az adott uralkodó, vagy pedig egy alsóbb származás, és ugye az alsóbb származásokkal szemben nem volt megbocsátva a köznép, tehát nem érezte úgy, hogy egy közülünk, hanem tényleg úgy érezte, hogy ez lehúzza a királynak a méltóságát, ami akkor fontos volt. És akkor ezeket még lehet ugye bonyolítani, ezeket az ügyeket, például irányba, hogy mi van akkor, hogyha leszbikus vagy homoszexuális kapcsolatot létesített saját szintjével, tehát a hierarchián belül saját szintjével, vagy az alattival, hogy ezek így mennyire számítottak akkor. A homoszexualitás az egy eléggé kényes ügy volt ekkortájt, hiszen az egyház, a vallásos világkép abszolút elítélte, halállal is büntették azt, aki szodómiát követett el a kornak a szóhasználatában. Természetesen a királyokra vonatkozóan azért ezt a fajta szigorúságot nem lehetett érvényesíteni. Tudunk olyan uralkodóról, akinek voltak homoszexuális kapcsolatai, például a második Edward angol király, ő eléggé híres volt, a hallgatók emlékezhetnek, hogy volt nem is olyan régen a Rettenthetetlen című amerikai kalandfilm, történelmi filmnek kevésbé nevezném, Mel Gibsonnal, ahol szintén bemutatták második Edwardot még mint herceget, amint félrelépett a egyik szolgájával. Neki eléggé csúnya sorsa lett, mert megbuktatta a saját felesége, illetve az angol főurak egy csoportja, és miután homoszexualitásban volt vétkes, ezért kor felfogása szerint úgy büntették meg, ahogyan vétkezett, vagyis egy izzóvasat dugtak a végbelébe, és így gyilkolták meg. Mert hogy második Edward főrangúakkal, tehát lovagokkal és egyszerű pornéből származó emberekkel, csinos fiatal emberekkel egyformán félrelépett. Vagy említhetnénk a három testőrből ismert Buckingham herceget, akit nem azért gyilkoltak meg, mint a regényben, mert Milady fölbérelte, illetve ösztönözte a gyilkosságot, hanem egy puritán ölte meg, és erre sajnos Buckingham hercegnek a nagyra vágyása, homoszexualitása, illetve a puritán üldözése az alapot adott, illetve hát erre a gyilkosságra indítékul szolgált, tehát a homoszexuális kegyencek azok még gyűlöltebbek voltak, mint a másik nemből származó partnerek, főleg, hogyha ehhez még hatalom és befolyás is társult. Az ókorban ez másképpen volt, ott valahogy jobban elfogadták ezeket a kapcsolatot, természetesebbnek vették, nem? Igen, az ókori keleti kultúrákban ott más volt ennek a megítélése, de aztán ugye a kereszténységnek a térhódításával Európában legalábbis ez teljesen visszaszorult, tehát a homoszexualitás az üldözendő lett, és hogyha egy hierarchiát kellene felállítani, akkor azt mondhatnánk, hogy a legjobban a nép azt tolerálta, természetesen, hogyha az uralkodó azért hű házasságban él a dinasztikus érdek által kijelölt partnerrel. Még az se volt gond, hogyha a saját köréből, az elit köréből talált magának női szeretőt. Az már elég problematikus volt, hogyha ezt a női szeretőt hatalommal és címekkel, rangokkal, és főleg a rokonságát címekkel, rangokkal halmozta el. Ennél még rosszabb volt az, hogyha nem rangja bélit választott, és a legrosszabb az, hogy ha akár rangon, akár egyenrangú, akár
rangon aluli esetében, tehát a saját neméből választott partnert. És ezen a homoszexualitás megítélésen egy kicsit a reneszánszkor az túllépett, nem? Legalábbis ugye a művészetek, vagy különböző művészeti alkotásokat elemezve, ott simán belefért, hogy egy-egy művész egyszerre kétfelé játszott, és ilyen elfogadott volt, hogy a verseit és meg a szerelmes verseit és meg különböző költeményeit azt egy fiúhoz írja. Igen, például Michelangelo-ról is még vitatkoznak, hogy mert ő mindig a hölgyemet írt, de vagy akkor vagy a fordítás, vagy hogy, de könnyen lehet, hogy az fiatal emberekhez írta a szonettjeit. Egyébként nagyon szép szonettek voltak. Igen, a reneszánsz az valóban hozott egy fordulatot ebben a tekintetben, és ugye nagyon sokszor nehéz kideríteni, hogy tényleg az adott vers költemény az egész pontosan milyen nemű partnerhoz is szól, hiszen nagyon, nagyon szép virágnyelven vannak eldugva ezek az utalások. Egyébként William Shakespeare-nek a szexuális orientációja mind a mai napig egyik kedvelt témája, igen, az irodalomtörténészeknek, hogy mennyire ihlette meg az a egész homoszexuális világ, és így tovább. Szóval volt egy ilyen fajta egyre inkább érvényesülő elfogadottsága ennek, de hát persze a 20. századig kellett várni, hogy ez valóban emancipálódjon. Kinyíljon ennyire. Hát akkor ugye jött is egy telefon ezzel kapcsolatban, hogy mi is beszélgettünk már. Igen, hogy... hát, hogy beszélünk-e így az újabb korról, illetve az aktualitásokról. És hát amit aktualitások, hát most hát, a... Igen, szóval most a... Mondjuk, amit ilyen... Hát szerintem ezt induljuk el onnan, ami már meg lett. Amit aktualitások, hát most hát, a... Igen, szóval most a... Mondjuk, amit ilyen... Hát szerintem ezt induljuk el onnan, ami már meg lett írva, és igen. Sőt, nagyon ki lehet fejlődve, és egyébként politológiai értelemben is van érdekessége a dolognak, és rá is világítottál, hogy ez a híresen hírhet Kennedy, Clinton ügy. Azért mondtam Kennedy-t, mert egyébként majd Kennedy-re is szerintem érdemes visszatérni, mint előzmény, vagy már Amerikában ismert eset, de szóval maradjunk Clintonnál. Ugye azt mindenki ismeri, hogy pontosan mi történt, ez szerintem föl lett elég rendesen göngyölítve. És ami viszont például politikatudományi szempontból érdekes lehet, és a hallgatóknak is, az inkább a hazugságnak a kérdése, mert ahogy te is kifejtetted, sokkal inkább az ügynek a folyása az, ami alakította a közvéleménynek a megítélést, és nem maga a konkrét tényállás. Hogyha akkor erről egy kicsit ebbe menjünk jobban bele. Igen, Bill Clintonnak egyébként nem csak ez az egy nőügye volt, tehát időről időre felbukkantak fiatal lányok, akik bevallották, hogy szexuális viszonyuk volt Clintonnal, tehát Monica Lewinsky lett a legismertebb, és itt valóban azt figyelembe kell venni, hogy az Egyesült Államokban az 1960-as évek szexuális forradalmával szemben megjelent egy ellenkultúra, vagyis az ellenkultúrának az ellenkultúrája, amelyik visszanyúlt a klasszikus 17. századi puritán tradíciókhoz. Ez a nagyon kemény, a munkamorálra alapozott puritán felfogáshoz, amelyik kizárta azt a lehetőséget, hogy egy férfi vagy egy nő félrelépjen a házasságban, és ugye Clinton akarva akaratlanul belement ebbe a pofonba, hogy ezt a fajta puritán erkölcsöt ezt megsértette, mire a republikánusok ezt megpróbálták kihasználni, és egy kampányt indítottak Clinton ellen. Végül is mondhatjuk, hogy a 98-as kongresszusi választások bebizonyították, hogy ez a kampány ez visszafele sült el. Tehát addig próbálkoztak Kenneth Starr ügyész vezetésével leleplezni Clinton hazugságait, amíg mindenféle lehallgatásokkal megspékelt mahinációkat követtek el, és ezt már az amerikai közvélemény nem nézte el. Tehát végül is az erkölcs csőszök kerültek abba a helyzetbe, hogy nekik kellett magyarázkodniuk, és Clinton jól jött ki az ügyből. Clinton nem ott követte el a hibát, hogy,
hogy tehát önmagában ez megtörtént, mert ezt még elfogadta volna az amerikai társadalom nagyobbik része, hanem az, hogy hazudott. Tehát finomabban fogalmazva tagadni próbálta a vádakat. És ezt az Egyesült Államokban nem nagyon tolerálják. Egy elnöktől. Egy elnöktől semmiképp sem. Egy elnöktől semmiképpen sem, tehát az ő hivatalát találza meg azzal, hogy ha nem mond igazat. És Clinton belefutott ebbe a pofonba, de végül is, hát mondhatni ironikusan szólva, hogy segítségére siettek azok a republikánus újságírók, akik ezt az egész ügyet, ezt túl tupírozták, és végül is ellenük fordult a közvélemény. Na most, volt már szó arról, hogy ugye készült film híres szeretőkről, nem mint egyébként a már szünetben beszélgetett ugye a Tudorok című sorozatról, azért jó sok szerető majdani feleség és sorsát követhettük végig. És érdemes, hogyha már erről van szó a Clinton botrány kapcsán, megnézni a West Wing, tehát a magyarul a Fehérház, így fordították, ugye? Nem, az Elnök emberei, Elnök emberei című sorozat, ahol megjelenik ugyanez, csak ott nem a szeretőkkel, hanem csak az jelenik meg, hogyha egy ügyet túltolnak, akkor gyakorlatilag a hibás kerülhet simán az áldozat szerepébe. Uh-huh. Tehát ez egy teljesen másik kapcsán, de ugyanúgy bemutatták ezt a clintoni logikát, erről a hazugságnak a megítélése, majd ha ezt túltolják, akkor hogyan lesznek a gyakorlatilag a hibások áldozattá, és kommunikáció szinten gyakorlatilag megnyerik az egész ügyet. Bocsak, ha már sorozatoknál tartunk, akkor a szünetben szintén említettük a House of Cards-ot, hát ezt a legújabb őrletet, Kevin Spacey-vel, és ott viszont azt láthatjuk, még az első szérián vagyok túl nagyjából, de hogy csalnak lépre politikus egy fizetett asszonysággal, hogy aztán megbuktassák, és gyakorlatilag mindent elveszítsen. Tehát azért ilyenek is vannak szerintem szép számmal. Igen, ugye majdnem az élet is talán, ugye nem tudjuk, de talán írt egy hasonlót az élet Strauss-Kahn úrnak. Aki a francia szocialista párt elnöki tisztségéért indult el, és minő véletlen éppen a kampány előtt botlott bele ebbe az ügyre. Ugye, tehát azt, ha jól emlékszem, akkor egy szobalány, vagy takarítónő, igen, nem tudom, ugye azt nyilatkozta, hogy ajánlatot tett neki a Strauss-Kahn, vagy takarítónő volt, és mi azóta megerőszakolta. Vagy megerőszakolta. Meg akarta, tehát hogy kergette, tehát azóta a sztori, zaklatta. Szép szóval. Parfissal védekezett közben. Igen, hogy futott körbeállítólag a nagy lakosztályban, Parfissal védekezett, és... A Strauss-Kahn az egy el lehet képzelni azt a kis... egy azt egy kis többszi, ilyen kis duci, kicsit. Hát ott van mindenféle ilyen fizikai nyomokat is kerestek, tehát hogy ott állítok valami beleegyezés is volt, és valami be... Igen, tehát... szóval gyanús az ügy. Strauss-Kahn egyébként meg is mondta a kampány előtt, hogyha valamivel őt el akarják kapni, akkor azzal tudják elkapni, hogy ő rajongója a női nemnek. Tehát magas labda volt. És hogy mennyire a politikai kultúra az mennyire meghatározó, és Strauss-Kahn azt mondta, hogy őt két dologgal tudják zsarolni, vagy két dologgal tudják csökkenteni az esélyeit a francia szocialista párt elnöki pozíciójára. Az egyik, hogy ő zsidó származású, a másik pedig az, hogy ő szereti a nőket. Na most milyen érdekes, ugye Franciaországban ugye abszolút nem lett volna probléma egyébként az ő nők iránti rajongása. Nyilván azért a zaklatás vagy az erőszak az már nem fér bele. Az Egyesült Államokban viszont ez abszolút problematikusnak számított, és valóban el lehet azon gondolkodni, hogy vajon Európában előfordulhatott volna-e, hogy egy ilyen magasrangú politikust, egy üzletembert azt így bilincsben elvezetnek, ha belegondolunk, hogy Berlusconinak milyen ügyei voltak, ugye Berlusconinak a kis K-partiain megjelent cseh miniszterelnökről, vagy akár
más európai... Igen, unga-bunga partikon, vagy más európai politikusoknak az ügyeiről. Tehát biztos vagyok benne, hogy más országban, tehát európai országokban, ott el tudták volna kenni ezt az ügyet. Az Egyesült Államokban pedig ezt nem lehetett. Tehát ezt így is irányozták az egészet, hogy véletlenül se Európában történjen az ügy, az lehetetlen, hanem pont egy olyan jogilag ilyen szempontban túlérzékeny országra. Igen. Kenődjön, vagy ott történjen, ahol öt hivatalból el kell indítani az eljárás. Bocsánat, csak így a Strauss-Kahn sztorival így erősítsetek meg, vagy nem tudom, én nem teljesen emlékszem, hogy amikor őt elfogták, akkor a felesége végül kiállt mellette, vagy elváltak, vagy ott mi lett a történet vége, illetve megbocsátó be a közvélemény, hogyha mondjuk a megcsalt fél azt mondja, hogy nem érdekli, és kiáll az ember mellett. Ez most nehéz kérdés, nem emlékszem ennyire a sztorira, én úgy emlékszem, hogy a feleség az kiállt a férje mellett, hogy nyilván azért is, mert nem akarta még nagyobb bonyodalmat csinálni a férjének, és nyilván támogatta az ő pártelnöki esélyeit, tehát nem az volt az érdeke, hogy megnehezítse a férje helyzetét. De hát ugye ez önmagában véve egy szép gesztus, de ugye kevés a ártatlanság bebizonyításához. Egyébként, ha már erről beszélünk, akkor Clintonhoz visszatérve ott sem válással végződött a dolog. Mi több, ugye egymást támogatták utána is, és várhatóan eddig is, és nagyon úgy néz ki, hogy a következő elnökjelölési ciklusban is támogatni fogják egymást a Hillary házas pár. Lássunk tisztán, rákeressem gyorsan a neten, és Strauss-Kahn kirúgta a feleségem egy idő után. Akkor ez... De nem azonnal, ugye? Tehát, hanem a szexbotrányok miatt, akkor már így több eszem volt. Több is kiderült, akkor hogy előbújik, akkor mindig előbújik valami riporternő, vagy valaki, aki korábban így. Egyébként most, szóval annak ellenére, hogy nagy a bulvár média meg sokszorozódott gyakorlatilag, meg az erőforrások is megsorozódtak ugye a 17.-18. század óta, azért ha most így elkezdjük boncolgatni az ügyeket, nem tudunk sokkal többet ezekről az afférokról, mint a régiekről. Tehát mint, hogyha régebben többet tudtunk volna. Igen, tehát nem érezhető ez, hogy azért ezt kicsit nehezebb kutatni a jelent, mint a múltat ebben az esetben? Igen, a múltbéli forrásokat is nyilván forráskritikával kell kezelni, igen. Mert hát ugye más az olyan forrás, amit egy nyilvánvalóan az adott személyiséggel ellentétes politikai oldalon álló csoportosulás írt, de valóban sokkal kevesebb információ, biztos információ áll rendelkezésünkre ezekről az ügyekről. Nyilvánvaló, hogy a média az nem feltétlenül segíti a tisztánlátást, hiszen bizonyos médiumoknak érdekük lehet az, hogy valamelyik politikai szereplőt rosszabb hírbe keverjék, vagy még rátegyenek egy lapáttal az ő személyes hibáira, ellenőrizhetetlenek az információk, nem feltétlenül lehet tudni, hogy ki az informátor. Tehát ezek az ügyek majd hosszú évek múlva, vagy évtizedek múlva fognak letisztulni, amikor már lesz egy nagyobb rálátásunk, azt gondolom, vagy pedig az illetők coming out-olnak, tehát megírják az emlékirataikat, és abban őszintén feltárják őszintén kínos helyzetbe hozzák magukat? Hát akkor már, hát ugye, ha már túl vannak a politikai pályájukon, és már nem várnak semmit, tehát parkolópályán vannak, akkor az őszintesség luxusát már megengedhetik maguknak. Hát meg egy bestsellert ki lehet adni. Igen, meg ugye jót tesz az a olvasottságnak. És akkor végül is válaszoljunk a kérdésre, hogy akkor várható még aktuális aktuálisabb bejegyzés. Várható még egy jó darabig lesznek 17-18-19. Századi történetek, sőt lesz még szó Evitáról is, akiben az a pláne, hogy végülis egy diktátornak, még hogyha nem is a világ legvéreskezőbb diktátorának, de egy diktátornak volt a nép körében eléggé népszerű felesége.
Aztán lesz szó Mitterrand elnökről, Eleanor Rooseveltről, akiről talán kevesen tudják, hogy neki hosszú éveken át volt leszbikus viszonya egy újságíró nővel, de megint csak a korszellem és a politikai kultúra bejön a képbe, hogy mindig úgy irányították a megjelenésüket ezzel az újságíróval, hogy még véletlenül se szerepeljenek egy fotón. Tehát, hogy nehogy le tudják kapni őket, és ezzel ugye zsarolható legyen. Igen. Roosevelt. Tehát Eleanor tűzön vizen keresztül a Roosevelt mellett, a Derek Franklin mellett kitartott. Annak ellenére, hogy ő eléggé gátlástalan volt, mint férfiként, tehát szintén Kennedyhez hasonlóan ő se volt egy nagyon... De végülis valami veresetet szenvedett végül Roosevelt, tehát az utolsó éveit tolókocsiban. Igen, ez nem az utolsó években volt, hanem még az elnöki választás előtt. Igen, tehát mindenképpen várható ez. Nyilván illenék beszélni vagy írni Berlusconiról, aki megkerülhetetlen ebben a témában. Bunga Bunga Party királya. Uberról az FBI alapítójáról például, aki látszólag nagyon nagy erő bedobással üldözte a homoszexuálisokat, és közben kiderült, hogy ő is masszívan érintett volt. Így van. Ugye, hát igen, ugye Hoover egy eléggé gázos figura volt, tehát a 50-es, 60-as években gyakorlatilag a fél amerikai baloldalt lehallgatta, tehát a Kennedy fivéreket, Martin Luther Kinget megpróbálta, ez is nagyon érdekes, hogy Martin Luther Kinget megpróbálta szintén behúzni egy ilyen szexbotrányba, tehát így akarta őt lejáratni a közvélemény előtt, hogy lám ugye a fekete polgárjogi mozgalomnak az elnöke félrelép, meg... Szóval nem sikerült? Vagy nem sikerült, tehát ez nem sikerült, de majd igen, majd legyen meglepetés a többi részlet. és hát Vlagyimir Putyin és a tatár sportoló szépségnek a viszonya szintén. Igen, azt hittem, hogy a tegnapi lengyel érdekes. Igen, tehát egy kicsit Oroszországba is visszatekintünk. Hú, de azért Putyin ám tabu téma, nem? Tehát, hogy azért őt piszkálgatni ilyen téren, itt nem, nyilván, csak itt így nagyon-nagyon... A lengyelek most merték. Hát most lengyelek behúzták rendesen ebbe a történetbe, de hogy azért... Ugye más azért igen, nem biztos, hogy minden ágát-bogát tudjuk a történetnek, mert mondjuk az MT-től biztos, hogy nem a teljes igazság. Ha egyáltalán. Ugye más, ugye Oroszországban azt gondolom, hogy azért sokkal szemérmesebb ebben a társadalom. Tehát Katalinra visszatekintve azért nem annyira. Most már. Hát olyan értelemben mondom, hogy szemérmesebb, hogy ott ez nem ügy, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy mondjuk a pártfőtitkároknak a feleségeit. Tesztányiról lehet tudni valamit ilyen szinten, vagy az annyira zártott már az Vele nem foglalkoztam. Hát ugye mindenféle ilyen sztorik keringenek róla is, de Sztálint most őt kihagyhatjuk ebből a sorozatból. Az ő korszakát annyira nem ismerem az ő magánéletén keresztül, úgy értem, de például ugye amerikai elnök feleségekről ugye nagyon sok mindent tudunk, ugye a Jacqueline Kennedy-től kezdve a Eleanor Rooseveltig, de milyen érdekes lenne egyszer a pártfőtitkárok és feleségeik viselt dolgait, ha voltak, esetleg egyszer majd feltárni. Ugye kérdés, hogy erről mennyire vannak megbízható, hiteles források, és azt gondolom, hogy Oroszországban azért ma is az állami vezetőnek van egy olyan nimbusza, hogy az nem beszédtéma, tehát nem csámcsognak rajta annyira, mint mondjuk az Egyesült Államokban. Igen, Putyin is valami 20 nem tudom hány év után vált el. Uh-huh. Szép csendben. Igen, abszolút csendben. Nem, ugye nem is volt szinte a médiában. És nem is nagy díjra házasodott meg újra. Tehát, hogy az sem, abból sem. Nem lett király eskü. Ja, ezek a baltásgyilkosnak sikerült. Tessék? Ezek a baltásgyilkosnak sikerült díjra megházasodni. Az megint egy másik. Egyébként megházasodott a baltásgyilkos? Persze. Dehogyne, az pont nagyon itt nagy. Voltam az Erbajzsában, amikor megházasodott. Az nagyon nagy. Nem eljutottam az esküvőjére. Na, az nagyon nagy hír volt, meg azt meg rendesen pörgették. Tehát ott nem csak a fogadtatása volt mesébe illő, hanem az ő esküvője is. Tehát ő az ott nemzeti hős.
Nem, azt tudjuk, csak hát úgy tudjuk, hogy erről nem. Egy kicsit a magyar vonatkozás, hogy maradt itt. Bocsánat, nekem, igen, csak még annyi, hogy még egy kérdés. A legtöbb történet, amiről beszéltünk, azok csúnya véget értek. Elég csúnya véget. Vagy a szeretőnek, vagy pedig a modern korban inkább a politikusnak. De van olyan egy vagy kettő, amire azt tudod mondani, hogy igazából mindenki jól járt? Na, kevés ilyen történet van. Hát mondhatjuk azt, hogy például Patyomkin és második Katalinnak a viszonyában mind a két fél jól járt, mert ugye Patyomkin haláláig megmaradta az igazinak Katalin életében, uh-huh. Tehát az ő viszonyuk az abszolút pozitívan ért véget, tehát nem volt törés, vállás, számüzetés, halál vagy ilyesmi. És hát ugye beszéltünk arról, ha már a Tudorok sorozatot említetted, hogy ugye a kékszakállú 8. Henriknek és a 4. felesége Klevei Anna, aki egy német hercegnő volt, ő túlélte Henriket, tehát ugye szépen békésen elváltak, miután Henriknek nem tetszett annyira Anna, illetve más vizekre hajózott, tehát más hölgyek után, és abszolút szépen békésen kapott egy hercegséget Angliában, és békében éldegélt tovább. És értük, még jó barátok maradtak, és leveleztek is egymással. Sőt, tehát majdhogy ilyen tanácsadó funkciót töltött be Anna. Tehát például szerintem egy nagyon szép példája ennek a... Hogyan megy át a házasság a barátságba, igen. Igen, de akkor... Hát igen, ott nem... egy kicsit itt a magyar vonatkozású... Nem is, igen, vannak azért mai példák is, majd arra is rátérünk, de hogy milyen magyar vonatkozású közelmúltbeli történetekről. Hát az igazság, hogy én Magyarországon is azt érzem, mint amit a oroszokról is gondolok, hogy ellentétben az Egyesült Államokkal ez nem igazán egy olyan téma, amit a társadalom kitesz a kirakatba. Szóval ugye itt volt például a Deutsch Tamásnak az esete a 90-es éveknek a végén, ugye neki van két felesége, meg különböző hölgyektől vannak gyerekei, és ugye amikor először voltak ilyen hírek körülötte, akkor a magyar bulvár sajtó is megpróbálta követni ezt a nyugati mintát, hogy na, másszunk rá a politikusra, és az ő hálószoba titkait eregessük ki, tehát egy ilyen kicsit ilyen Clintonos utánérzése volt az embernek, és valahogyan nem jött be, tehát hát a magyar társadalomban ez nem jött be. Azt a rendőrségi tájékoztatót, amikor állítólag leborítottak egy bordélyházat, vagy olyan masszázszalont ott a második kerületben, és akkor több politikust is rajta kaptak, és akkor a rendőrség azt határozottan visszautasította, hogy ez egy politikusnak fülbevalója lett volna. Igen, most, hogy így mondod, igen, rémlik valami, hogy volt ilyen hír. Szóval alapvetően a magyar társadalomban ez, azt gondolom, hogy ez magánügy, tehát a magyar társadalomban szerintem pénzügyekkel bukhat meg egy politikus. Vagy még abban sem. Most már igen. Tehát tulajdonképpen az sem. Ez furcsa, hogy általában, jó, most nem konkrétan ez a dolcs, de általában így az ellenzék képviselői szoktak így bebukni titkárnővel, ezzel-azzal. Tehát így az aktuális, akik hatalmon van, aktuális párt képviselője, azok nem nagyon, tehát így ez ahhoz már tényleg valami nagyon kirívó. Mindenki tudja, hogy kinek kikivel van, és kikit ver, de soha nem jön ki. Igen, tehát ez a metresz tartás, vagy szeretőtartás, ez a magyar történelemben, hogyha most így végigpörgetjük, azért nem is volt sajátja például az uralkodóknak, vagy a politikusoknak, tehát én nem tudok például olyan magyar miniszterelnököt, vagy kormányfőt az elmúlt 150 évből, akinek lett volna ilyen fajta nő, ugye talán Bethlen Istvánon kívül, de hát hogy ebben nem buktak. Kovács Lászlónak volt egyszer egy nagy bukása, de akkor még kint volt. Tudom, mert én konkrétan az egyik újságnak a... Na jó, politikus az volt, csak hogy miniszterelnök, igen. vagy államfő. A hölgyemény, és akkor konkrétan a bizonyítékokat kértük volna tőle, de azt nem volt hajlandó átadni. Igen. Na jó, hát ilyenek vannak, de hogy
hogy kifejezetten miniszterelnök vagy államfőről én nem tudok mondani az elmúlt időszakban. Most az, hogy Andrássy Gyulának volt plátói szerelme a Erzsébet királynéhoz, most az megint egy más kategória, de hogy kifejezetten ilyen hosszú ideig tartó feleségmegcsalós ügy, ami botránnyá dagadt volna, tehát ilyenről én nem tudok. Ugye az Egyesült Államokban ott az egyik elnököt azzal megvádolták, hogy kaszinót akar csinálni a nemzetházából, mert bevitt egy teljesen magánjellegű sakkészletet. Tehát ott ennyire komolyan vették azt, hogy az elnök az a népnek felelősséggel tartozik, hogy nem tehet meg akármit. De Magyarországon ilyen extrémizmusba soha nem mentek el. És ugye ilyen nagyon, tehát ilyen Madame Pompadourhoz, vagy Du Barryhez, vagy Lady Hamiltonhoz hasonló hölgyalakokat nem is tudnék mondani a magyar történelemből, tehát ilyen félvilági. Magyar színésznők se tűntek fel, még mondjuk a múlt század előtti időszakban, azért ugye Krúdy korábban azért vannak, szerintem én nekem valami rémlékét. Ja jó, mondjuk igen. Ilyen színésznők, de olyanok, akik mondjuk a miniszterelnökkel hetyektek volna. Tehát akkor inkább magyarul a kulturális elitünk hasonult ehhez a trendhez Nyugat-Európában, nem a politikai elitünk. Tehát a kulturális alatt értjük most az, mondjuk az írókat, mondjuk ugye Jókai Mórnak a híres viszonya, bár az ugye az nem félrelépés volt, hanem egy házasság, csak ott az volt a pláne, hogy jóval fiatalabb nőt vett feleségül Nagy Bella személyében, és hát eléggé rútul el is bánt vele a új feleség és annak a rokonsága. Tehát ilyenek voltak, de Adival is azért a... igen, szóval inkább a kulturális elitben, költők, írók világában. Tehát akkor Magyarországon igazából erre se kínálat, se kereslet, semmi igen, nincs, de lehet, hogy ebben majd előbb-utóbb jön egy innováció. Nem hinném, hogy az emberi természet más lenne Magyarországon, én inkább azt gondolom, hogy ez nem volt dokumentálva, vagy annyira diszkréten csinálták, és annyira elnéztek emellett a... Ezek mellett a helyzetek mellett, hogy nem csináltak belőle, na most azért nézzük meg a 30-as években most milyen ellenzéki sajtó volt Magyarországon, szóval kimertem volna azt megírni mondjuk, hogy Horthy Miklós az szeretőt tart, vagy... Igen, mondjuk szóval ez igaz, de szerintem azért a magyar emberekben van egyfajta, amit talán még a sztyeppékről hozott magával, hogy egy ilyen nagyobb szemérmesség, mint a nyugati kultúrában fel. Nem értem, például az a sztyeppékre, hát a sztyeppékkel annyira nem szemérmesek, azért a gyúrtában azért ott mindent látnak. Úgy értem, hogy ha visszamegyünk egészen az Árpád korig, ugye nem találunk ilyen nagy királyi szerető történeteket, mint Franciaországban vagy Angliában, és ennek talán az is a magyarázata lehet, nem tudom, most csak spekulálok, hogy ugye az Árpádoknak a királyság az egy szakrális királyság volt, tehát más volt a királynak a funkciója. És egész egyszerűen nem írták meg róluk. És a fejedelemségekben, hogy az is lehet. Mondjuk a erdélyi fejedelem, ott már inkább lehetett a Bátori Erzsébet féle történet. Meg a Bátori Gábornak, igen. Ott már igen. Csak ugye az más volt, az már nem király, hanem fejedelem. Igen, ott voltak. És az ugye Bátori Istvánról ugye lehet tudni, vagy hát nem lehet tudni, csak úgy sejtik, hogy talán ő homoszexuális volt, tehát benne egy ilyen homoszexuális erdélyi fejedelmet tisztelhetünk meg. De ugye a korábbi időszakokban erről ugye semmi tudomásunk nincs. Abban igazad van, hogy nyilván a forrásadottságok is nehézkes. Valasi Bányról köztudott volt, hogy ő ilyen hordákban járkáltak, és így erőszakolták meg a parasztlányokat, meg akit éppen szóval gyakorlatilag rablóvaként élt egészen addig, amíg Igen. És ezt a képet, ez kevesen... Hát igen, most már egyre inkább azért kezd a köztudatba bejönni, de nyilván ez sokáig azért úgy volt gondolva, hogy ez méltatlan Ballassyhoz, de most már szabadon lehet ezekről beszélni, de ugye királyoknak az ügyei azok nem nagyon... Habsburg uralkodóknak voltak ilyen félrelépései, tehát például a második... első Józsefnek, akinek a Pálffy Marianna grófnő volt a kedves, és Rákóczi Ferenc meg is írja az emlékirataiban, hogy hát a Pálffy a generális ugye a lányát tolta a Józsefnek a nyoszójájára, hogy ő legyen a
ő legyen a Labanc hadaknak a generálisa, szóval itt is vannak azért ilyen pletykák, de ilyen nagy horderejű ügyekről nem tudunk. Egyébként csak így eszembe jutott, hogy annak idején olvastam egy Stendhaltól az itáliai festészet történetét, és ott inkább a függelék volt az egyik legérdekesebb rész. Mert abban voltak azok a sztorik, tehát így a forrásokat beidézte, például az ilyen reneszánsz orgiák, hogy melyik pápá, melyik bíborosokkal, és akkor, hogy így kurtizánokkal kergették mesztelenül a gyöngyöt a padlón. Tehát olyan hasonló sztorik vannak ebben a könyvben. Igen, lesz majd szó ugye 6. Sándor pápáról is, akiről ugye van egy ilyen mendemond, egy fekete legenda, tehát nem kell elhinni, hogy egyszer a pápai lakosztályban október 31-e éjszakáján, ami ugye az ördögnek az éjszakája, keresztény kultúrában akkor 100 prostituáltat meghívott és szétszórt gesztenyét, és a hölgyeknek mesztelenül kellett szájukkal felszedniük, és közben ő is a vendégei meghágták őket, tehát a pápákról is vannak ilyen sztorik. Hát ezen a füllet. Füllet nyári délutánon ott. Lassan véget ér a műsorunk. Gyömrői polgármester, még nem tértünk ki. A gyömrői polgármesterre térjünk rá, hogy ezt a történetet, ezt... A szemérmes gyömrői polgármester. Ugye keveset tudunk azért erről az ügyről. Még várnék azért egy kis időt, hogy ennek az ügynek a ágabogai felszínre kerüljenek. Lehet, hogy majd ez lesz az, ami elindít egy új hullámot a magyar politikában, hogy bátrabban merünk beszélni a politikusoknak a félrelépéseiről, vagy egyéb szexuális ügyeiről. Mi úgy lehet, hogy a sajtó, mintha inkább irigykedne az újságíró, aki írt ezekről a sztorikról, szóval ilyen borzongató, ilyen irigykedő hang nem bejött, hogy a Blik meg ezeken. Igen. Hát várjuk ki még a végét, azt gondolom, hogy mennyire hitelesek ezek a információk. Milyen rendszerességgel szoktatok kijönni a bloggal? Minden szerdán, csütörtökön, illetve szerdán, pénteken és hétfőn felkerülnek az írások, és... Ez ilyen sűrűn? Igen, sűrűn, miután ezek kis terjedelmű... Felsen lehet dolgozni ennyi idő alatt. Ezek kis terjedelmű írások, tehát könnyen elolvasni. Ezek kis terjedelmű írások, tehát könnyen elolvashatók, és majd, hát ilyen július végéig, illetve ameddig van téma, addig megy, és utána is érdemes lesz olvasni, mert még lesznek más témák is a blogon az uborka szezonban, úgyhogy érdemes figyelemmel követni. De majd, hogyha lesz ügy esetleg egy ömlőjéről, akkor ugyanúgy fölkerül el a méltányosság blogra, hogy méltányos alapon, igen, legalább Magyarország sem maradjon le a többiek mögött. Igen, hát köszönjük szépen ezt a nagyon izgalmas és érdekes műsort. Én is köszönöm a meghívást.